Október 20-án a Csillás Parkban emlékeztek meg az ezredről és elhunyt társaikról a baráti kör tagjai. Mint a találkozó szervezője dr. Károlyi Attila fogalmazott, az egymás iránti szeretet hozta életre ezt a több mint 10 éves hagyományt, hogy évente Kalocsára látogatnak. Összekovácsolt bennünket a katonai élet, és az az igazság, hogy sikerült csapat volt a miénk. A sikerült alatt azt hittem, hogy nagyon sok olyan szellemileg is jól képzett előfelvétel is hallgató került be akkor a Pécsi Egyetemre, akik később is nem csak az egyetem életében, hanem én úgy gondolom Magyarország életében is szerepet játszottak. Említek néhány személyt, például itt van közöttünk dr. Kis László, alkotmánybíró, itt van nálunk dr. Varga Sabján László, a Paksi Atomerőmű egyik vezetője, van itt közöttünk számtalan bíró, ügyész, ügyvéd, akik a később a szakmába is nagyon, nagyon bizonyítottak. A mai Magyarország vezetői között is néhányan, közül is néhányan itt teljesítettek katonai szolgálatot, például az országgyűlés elnöke, vagy a volt köztársasági elnök. Fogalmazott a találkozó szervezője, aki az ezred és az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsolatára is rámutatott. A 37. budapesti forradalmi ezred, ez sok pejoratív jelző akaszkodik, vagy akasztanak rá, hiszen 1956-ban részt vettek Budapesten a forradalmi eseményekben. A negatív megítélést kapott a mai politikai, illetőleg a történészi szempontból az ezred. Ugyanakkor azonban hozzá kell tennünk azt is, és ilyen szempontból elég különös a történet, ugyanis a 37. budapesti forradalmi ezred a nevét azért kapta, mert 37. Kiskunhalasi lövész ezredként vonultak Budapestre az ellenforradalom, idézőjelvezett ellenforradalom leverésére. De az oroszok egyébként, tehát a szovjet alakulatok körbefogták őket, nézhettek néhány például a Jutadom környékén harci cselekményekbe is, de ez az én történészi, idézőjelben történészi munkámnak a eredménye, és később együtt járőröztek a forradalmárokkal, a szabadságharcosokkal Budapesten. A szovjetek ezt az alakulatot úgy tekintették, nem fogadták el azt az előadásukat, miszerint ők azért jöttek, hogy a szovjeteknek segítsenek, ezért az alakulatot lefegyverezték, mindenkinek kopaszra nyírták a haját, és marha vagonba kiszállították őket a Szovjetunióba, ahol személyenként, egyesével személyenként kihallgatták őket. Tehát ez elég meglepő, szerintem aki hallgatja vagy nézi ezt a riportot, az is elcsodálkozik rajta, hogy ez hogy volt, mint volt. Egy kicsit a jövőben majd belásom magam a történeti intézetbe, ebbe, hogy mi is volt itt valójában. A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is egy kirándulással színesítették a kalocsai találkozót. Ez alkalommal Kiskörösre látogattak el a baráti kör tagjai, tudtuk meg dr. Károlyi Attilától. Kalocsához engem, hát mint ügyvéd is fűznek szálak, ugyan messze vagyok innen, majdnem 250 kilométerre, de tárgyaltam például a kalocsai bíróságon is. És Kalocsa, mint város, nekem nagyon-nagyon szimpatikus, itt élő emberek is, és éppen mondtam a társaimnak, hogy az az illat, ami megcsapta az orromat, és ami a paprika malomból jön, nagyon emlékezetes számunkra, ugyanis mi dolgoztunk a paprika földön, és dolgoztunk a paprika malomba is. Tehát akkor a katonákat dolgoztatták, és az illat az örökre bevésődött belém.